Krízisbe került a brit egészségügyi rendszer, az NHS. A szakemberek elviselhetetlen és fenntarthatatlan nyomásról beszélnek. Több kórház pedig arról számolt be, hogy nem tudják megfelelő módon ellátni a feladatukat. A sürgősségi osztályokra 18%-kal több ember érkezett, mint a tavalyi év ugyanezen periódusában. Főként a sok influenzás és koronavírusos beteg miatt. A brit kormány rendkívüli pénzügyi támogatást ígért, azonban a szakemberek szerint a munkaerőhiány is probléma a rendszerben.